Szokásos első fél idei kicsi megilletődöttség, ez sajnos belénk van oltva, tehát minden meló ellenére mindig újra-újra el kell érkezni addig a pontig, amikor elhisszük a dolgainkat, elhisszük azt, hogy képesek vagyunk dolgokra. Ez a fél időben sikerült így rendbe rakni, és nyilván rá erősített maga az a dolog, hogy rúgtak a gólt a második fél idő elején. De nyilván azt tudtuk, hogy egy technikailag és játéktudásban egy lényegesen jobb és erősebb kultúrával fogunk találkozni, ami tükröződött ma is ezen az egészen. De onnantól kezdve egy-egy után azt gondolom, hogy kontrollálni tudtuk a meccset annak ellenére, hogy náluk volt a labda, amit tudtunk, készültünk rá. Jól védekeztünk, egy-egy szituban azért volt szerencsénk is, és tényleg a srácok minden energiát belepakoltak ebbe az egészbe. Meg is lett az eredménye, azt gondolom, hogy nem szégyekezhetünk egy döntetlennel a spanyol válogatott ellen, ami ugye hogy szépségtapasz, hogy képtelenek vagyunk 11-es párbajt nyerni, ez sajnos ma is így maradt, úgyhogy nincs más hátra, mint ma kísérjük magunkat, és akkor holnaptól pedig készülünk a belga meccsre. Az egyik megbeszélésen szólt arról, hogy a kapus kicsit kinnál, figyeli a befele passzokat, én ezt átgondoltam, ugye nagyon nem volt időm, hogy felnézzek, és így úgy döntöttem, hogy rálövöm, hát ha kinnál a kapus, és szerencsére kinnált, és bement a lövés. Gondolom, hogy tényleg az a lényeg, hogy ne szomorkodjanak a srácok, és minél gyorsabban arra koncentrálni, hogy igenis még van egy meccsünk, és itt számunkra nem ért véget. Igen, csak hát ez egy profi játékosnak is nehéz, nem hogy egy 16 éves emberkének, vagy férfi palántáknak, akik tényleg folyamatosan élik az álmaikat, és közel vannak hozzá, és már csak egy karnyújtásra van, és akkor most úgy kapunk egy ilyen melberúgást, de itt jön a sportemberi dolog, itt jön az akarat, itt jön az a fajta nem adom fel, csak azért is dolog, amire most szükségünk lesz, és azoknak az embereknek is most előre kell lépni, akik eddig kiegészítő emberek voltak, akik eddig nem pakoltak bele annyi energiát esetleg, hogy most ők jönnek előre, hiszen három emberünk is kisárgázódott a mai mérkőzésen. Úgy gondolom, igen, hogy a csapat kiadott mindent magából, megtettünk minden utasítást, amit kértek tőlünk, mindenki kihajtotta magát, de a végén sajnos nem volt szerencsénk a büntetőknél. Ez a hosszabb meccs utáni beszéd is ennek szólt, hogy már most próbálod őket lelkileg visszarázni? Igen, azonnal erről volt szó, tehát mindannyiunkat megérintett a mai nap, de mivel én vagyok a hajókapitány, ezért én nem engedhetem meg magamnak azt sem, hogy 5 percig azzal foglalkozzak, hogy most mi történt. Nyilván helyre tesszük a dolgot, de abszolút azzal kell foglalkozni, hogy van még egy esélyünk, megérdemeljük ezt az esélyt. Nagyszerűen játszottunk eddig a tornán, veretlenek vagyunk a tornán, és ki, hanem mi, aki megérdemeljük azt, hogy játszunk a világbajnokságon, és tovább megyek, hogy megérdemeljük azt, hogy kiüssünk a világbajnokságon. De ezért még egy meccsünk van, és megint a belga válogatottal.